A forgatagba több kézműves kínálta a portékáit, és a kirakodó vásárban finom ételekkel, italokkal várták a vendégeket. A téren a változatos műsorok nyújtottak szórakozást. A művelődési házban kézműves és ringató foglalkozásokat tartottak, és interaktív gyermekfoglalkozás keretein belül Círják Erika meséiből hallhattak a gyermekek. Népi fajátékokkal játszópark is várta az érdeklődőket. A rendezvényről Pus Adrien szervező nyilatkozott. Itt vagyunk a Völgységi Adventen, ez immáron már az 5. alkalommal kerül megrendezésre Bonyhádon. Most jelenleg pont a Swing Ladies együttest lehet hallani a színpadon. Számos programmal készültünk a ma estére, kültéren és beltéren is. Beltéren 3 órától kezdődött a kézműves foglalkozások 4 helyszínen. A vásári forgatagban is érdeklődtünk, milyen a hangulat. Hát nagyon jól érzem magam, mert szerintem ez a motoros felvonulás az eléggé meglepő volt az emberek számára, akik nem tudtak erről az egészről, de így összességében szerintem nagyon jó a hangulat, az embereknek úgy látom jó kedvük van, és ennyi. Nagyon sokan kijöttek a térre, hogy együtt ünnepeljék az adventet. Nagyon színes volt a műsortár, mindenki találhatott kedvére valót. A meglepetés motoros felvonulás is emelte a látványt és a jó hangulatot. Este 3. gyertya is meggyulladt az adventi koszorún. A 3. gyertya jelentése öröm.